projektgyűjtő találkozókat 10 városban szervezték összesen. Most már a nagy részén túl vannak. Mik a tapasztalatok? Nagyon jók a tapasztalataink. A járások gazdasági társadalmi szereplőinek az aktivitása jelentős. El kell mondjam, hogy nem csak a helyszíneken történik hozzászólás, hisz ott gyakorlatilag tényleg csak azokat a kérdéseket tudjuk megbeszélni, amelyek az előkészítő munka során az adott szereplőnél, legyen az önkormányzat, gazdasági társaság, társadalmi szervezet felmerült, hanem a hozzánk korábban beküldött anyagok feldolgozásán van a hangsúly. Azt kell mondjam, hogy azok a projektgyűjtő adatlapok, amelyeket a munka megkezdésekor már kiküldtünk és vártuk a megye szereplőitől a véleményeket, azoknak a feldolgozása jól halad. Ugye meg lehet kérdezni akkor is, nagyon sokszor meg is kérdezték az elmúlt időszakban, főleg azok, akik most kapcsolódtak be a munkánkba, hogy ha már egyszer kértünk projektgyűjtő adatlapot, most miért kérünk még egyszer? Ugye legelőször az volt a célunk, hogy a program elkészítésének a legelején alulról építkezve megismerjük azokat a fő irányokat, elképzeléseket, ami helyi szinten foglalkoztatja a szereplőket. Nyilvánvaló az önkormányzatokat tekintve, vagy a gazdasági szereplőket tekintve más-más elképzelések is az asztalra kerültek, de azért jól meghatározható fő csapásvonalakat meg tudtunk ebből határozni, és a tervező munka így indult el. Most egy olyan készültségi fokban vagyunk, amikor az operatív programunk egy ilyen 70-80%-os készültségben van, vannak természetesen olyan részek, amelyek szinte készen vannak, és az így meghatározott operatív programnak a célcsoportjait tekintve azon belül prioritás rendet határoztunk meg, ehhez gyűjtjük most már a konkrét projektötleteket, amelyeket sokkal jobban kell kidolgozni. Olyan információkra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi önerővel rendelkeznek, milyen az előkészítettsége, vannak-e esetleg tervek, mennyi idő alatt tudják befejezni a projekteket. Ez azért fontos, mert a mostani 7 éves költségvetési időszakot nézve az a célunk, hogy Veszprém megyébe minél több forrást tudjunk le.